Egyszerű mozdulattal dobják ki az autóból a cigarettacsiket ebben az illusztrációs filmben. Leggyakrabban ez az oka annak, hogy nagy területek égnek le. Egy kis szikra is elegendő sokszor, hogy lángra kapjon a száraz avar, amit a feltámadó szél gyorsan tova terjeszt, és hektárok válhatnak a láng A száraz időjárás miatt február 26-ától tűzgyújtási tilalom van a megyében. A tűzgyújtási tilalom megállapítása vagy éppen visszavonása nagyon sok mindentől függ. Ilyenkor a szakemberek többek között figyelik a meteorológiai időjárási körülményeket, figyelik az erdős területeken az élő és a hold biomasza állapotát, elsősorban ugye a szárasságot, illetve a szabadtéri tüzek gyakoriságát is elemzik. A tűzgyújtási tilalom, sokan nem tudják, hogy mit is jelent, fokozott tűzveszélyt jelent, ez azt jelenti, hogy az erdőterületeken, a fásításokban tilos tüzet gyújtani, valamint ezek 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanokon. Ez azt jelenti, hogy ezeknél a területeknél, hogyha például van egy kijelölt tűzrakóhely, egy erdőséta alkalmával, hogyha látunk, hogy ott van egy tűzrakóhely, ilyenkor tűzgyújtási tilalom ideje alatt nem gyújthatunk ott sem tüzet. A helyi önkormányzatok belterületen saját hatáskörben rendezik a tűzgyújtás szabályait a kertekben még akkor is érdemes nagy odafigyeléssel égetni, ha azt az adott településen nem tiltják. Az a veszélyes amúgy ezzel kapcsolatosan, hogy akár gondatlanság, figyelmetlenség, mulasztás, és még sorolhatnánk, nem feltétlen csak erdős területeket, vagy éppen réteket fog veszélyeztetni a tűz, hanem akár ingatlanokat is, vagy emberi életeket. Tehát nagyon sokszor van olyan eset, amikor például valaki egy kisebb településen hátra megy a hosszú ingatlanjának a végébe, és azt mondja, hogy hopp, hát akkor itt nagyon sok gaj meg avar összegyűlt, és én ezt szépen elégetem, de itt vagyok, figyelek, nem hagyom magára a tüzet. Igen, csak nagyon sokszor ugye fel erősödik a szél, és már ott van, hogy nem tudja kordában tartani, tehát Előfordul az, hogy akár két-három-négy kert végén keresztül is ég az ajnövényzet, ég a fű, a gaz, az avar, nagyon nagy problémák tudnak lenni. A hosszú hétvégén például Tiszaeszlár környékén égett le több hektár terület. Ebben az évben csak nem 200 riasztások volt a megyei tűzoltóknak szabadtéri tüzekhez.